csillogó ruhák, látványos sminkek és ragyogóra boxolt táncos cipők. Akár így is össze lehetne foglalni a 170 párost megmozgató szombati eseményt, azonban ennél jóval többről volt szó. Délelőtt az E és a D osztályok számára rendeztek országos bajnokságot, ami az előrelépés szempontjából volt kihagyhatatlan a párosok számára. Itt javarészt kezdő fiatalok indultak, akik gyakran csaltak mosolyt a nézők és a zsűri arcára. Édesek voltak, aranyosak, és magas színvonalon táncolnak már így is, hogy ilyen picikek, és igazából minden gördülékeny volt, remélem a közönség is jól érzi magát. A tökéletes és látványos mozdulatok mögött rengeteg gyakorlás és nagyon sok edzésóra van. A párosoknak tökéletes összhangban kell lenniük, amit a parketten meg is kell mutatni. Sokat készültünk a versenyre, ifjúsági kategóriában és felnőtt kategóriában is versenyezni fogunk. Hát reméljük a legjobbakat, mi beletettük azt, amit szerintünk bele kellett, és a legjobb eredményt várjuk. A Stúdió 2001 kiskunhalasi székhelyű egyesület azonban hosszú évek óta Baján is működtet csoportot. Mint az itt, mint pedig a Halason táncoló párosok közül többen is topogós reményekkel várták a bajai versenyt. Elvárások azok mindig a döntő a cél, minimum. Persze természetesen a dobogónak még jobban örülünk. Most jelenleg a bajai csoportból kevés páros tud csak indulni, de az egyesületet nagyon sok páros képviseli a versenyen, akiktől várunk felnőtt mezőnyben is dobogós helyeket. A délutáni programban egy országos pontszerző verseny kapott helyet. Az első alkalommal megrendezett sugókupán latin és standard táncokat láthatott a közönség, összesen 5-5 darabot. Mi mindkettő versenyszámban indulunk, standardben is és latinban is, és persze egy minden verseny fontos, mert mindig jól esik az embernek, hogyha jó eredményt ér el. A város nevében Csubák Nébesesek Andrea alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, nagy öröm számára, hogy ismét egy országos esemény házigazdája lehet Baja. Maga az út, amit megteszek, a kiinduló ponttól kezdve, mire befejeződik a zene, az az, amit értékelni kell, amit a zsűri is értékel, és különben meg ez az a sport, ami gyönyörűséget okoz mindannyiunknak, akik nézzük, akik nézhetjük a táncot. A sugókupa sikeresnek bizonyult, késő estig kopogtak a táncos cipők a parkettán. A közönség pedig elégedetten indulhatott haza, hiszen látványos és magas színvonalú produkcióknak tapsolhatott a nap során.